Annak ellenére, hogy a pirosmezes MB2-es vendég csepelieket 6-2-re legyőzték, a sárga-fekete ezúttal hazai környezetben pályára lépő szekszádi UFC-s futzálos lányok, a visszamágó mégsem lett sima meccs. A fővárosi csapat elveszett labdát nem is verve, hajtott, küzdött végig, amivel végül is eltüntette az osztálykülönbséget. Az UFC-nek végig figyelnie kellett a védekezésre, igaz az első 10 percben a szekszádi csapat többször került olyan közeli gólhelyzettel egyenértékű lövőhelyzetbe, amelyekből illet lehetett volna legalább egy gólt szerezni. De a lehetőségek a pesti mérkőzéssel ellentétben ezúttal kimaradtak. A folytatásban a meccset abszolút nyíltátevő csepeliek sem jeleskedtek a befejezésekkel, igaz, a szekszádi kapuvédők is nagyon a helyükön voltak, amikor kellett. Hát ezért is lett 0-0 a visszavágó, ami már ugye nem osztott, nem szorzott, az első meccs alapján eldőlt a továbbjutás. Emiatt a vendégek edzője önmarcangoló nyilatkozatot adott a meccs után, magát okolva ezért. Kijelentető, hogy túlgondolkodtuk a mérkőzést. Mi nagyon szerettünk volna egy zárt védekezésből kontrákat kialakítani, ebből nagyon hamar gólt tudott a két-három rossz védekezésünkből, gólt rúgott a szekszárd. Még ott az elején tudtunk egyszer egyenlíteni, meg egyszer 3-1-nél följönni 3-2-re, a második fél időben viszont agyonvertük saját magunkat. Büntetőt csináltunk, félpályán túlról kaptunk gólt, butaságból kaptuk a negyedik gólunkat is, és ez eldöntötte a mérkőzést. A nyílt játék bevállalása a visszavágón mondhatni bejött. Igaz, a szekszádi UFC játékosai, noha edző elnök nem mondott ilyet, a 4 gólos előny birtokába azért, ahogy mondani szokás, a tudat alatt kiengedtek. Az első 10 perc az jó volt, tehát ott gólokat, az elején gólokat kellett volna rúgnunk, és akkor megnyugodhattunk volna teljesen. A Csepel eljött ilyen mindegy alapon, mindent beleadtak, jól játszottak önmagukhoz képest, tehát elismerésre méltó, amit csináltak, és ahogy játszottak. Tudtuk, hogy egy masszív csapatról van szó, aki nagy pályán is elég jól szerepel, tehát fizikálisan gondjaik nem lesznek. Nekünk vannak természetesen, sokan sérültünk. Ugye hiába volt ekkora kis padunk, annak a fele sérülten ült ott a padon. Másik fél idő már nem olyan, nem tetszett, kapkodtunk, talán túlzottan is nyugodtak voltunk. Kértem tőlük, hogy legyünk nyugodtak, ne idegeskedjünk, mert nincs miért. De úgy gondolom, hogy tehát a lányok lehet, hogy ezt kicsit túlzottan megnyugodtak. A szekszárdi 17 éves játékosokból is álló Csikó csapatra nem csak a Magyar Kupa 4-es döntője vár, ahová címvédőként utaznak, és persze az is, hogy biztosítsák élvonalbeli tagságukat. Elnézve, hogy mennyit fejlődnek, és fejlődtek már hétről hétre a fiatal játékosok, mennyire jó a közösségi szellem, erre, mármint a bennmaradás kiharcolására igen jók az esélyek. Talán arra is, hogy egy volt válogatott játékos Meggyes Ágnes csatlakozásával, aki már a Csepel elleni meccsen is pályára lépett, a Magyar Kupa 4-es döntőjében esetleg újabb skalpokat gyűjtsenek be, netán újra döntőzzenek. Sajnos momentán vágyálom, hogy a Magyar Kupa 4-es döntőjét Szekszárd rendezze, elnyerje azt, pedig lenne rá jócskán nézői igény, és tegyük hozzá gyorsan, a lányok a tavalyi és már az idei teljesítményük után is nagyon megérdemelnek.